Ninguém. Porque a Győz a tanulkozón de szerintem ő a Kovács Norbert, nem? Remélem, Füstjén. Jó most pályát győzött, de... Tehát baloldalra fel áll Kovács Alex a gépek felől, jobbosra Rozsonyai Tamás Csengerére. Kovács Norbert és Zambó Dávid jól húzta, de maradt a felállás. Ennyi. Zajlik az élet. Hogy jön Füsli, meg a tesójék közül. Füstös Tamás. Baloldalra feláll Kovács Alex. Jobb oldalra a Rozsonyai Tamás Csengerről. Követ Edálik jön valóban a Rozsonyai Önakután a Réga Zoltán, Barna Mihály, Bozsó Zalán, Kajkó Sárnok, Kutok Jánok, Kondár Kármó, Jókos Kármó, Kovács Kármó, Kovács Kármó, Kovács Kármó, Kovács Kármó, Kovács Kármó, Jaj, Szeleszki Rovan, Barna Zsolt, Csólyos Rolt, Bozsó. Aci. Aci, te videózzuk. Ne, Aci, ne vajtok, Aci, jó van. Ne kár. Szépen a sorbának, a végén még nem lesz. Tehát várjuk a Bolosra, Kovács Alexet. Jó, lesz, jó lesz, fiat. Ez most teljesen jó, Rozsonyai Tamás. Jobb oldal, igen, ez így a felállás, igen. Na, mi a helyzet? Kamerások. Ez keményen baloldalt a Kovács. Ez keményen baloldalt a Kovács. Kovács Alex Bodogáról. Feláll a bal oldalra Rozsonyai Roland, jobb oldalra Lévai Zoltán. Füsti! Bal oldalra feláll Rozsonyai. Füsti! Sok mindent látunk. Bal oldal Barna, jobb oldal Bozsó. Jön fel a Bozsó, jön fel a Bozsó, jobb oldal. Jobb oldalon jön a Bozsó, jobb oldal Bozsó. És megsintjük, jobb oldal Bozsó. Ez igen. Jobb oldal Bozsó Balázs. Bal oldalra feláll Ajkó Sándor, jobb oldalra Putnoki. Nem, ezzel zoomoltok így oda-vissza. Zoomoltok. Ja, megforgatják, ahogy jó. Nem, nem csodálj. Bal oldalra feláll Ajkó Sándor, jobb oldalra Putnoki János. Bal oldal a gépek felől. Jobb oldal itt felőlem, ő a Putnoki. Bal oldal Ajkó. Jobb oldal Putnoki. Bal oldal a bal, a jobb oldal meg a jobb. Na tehát bal oldal Ajkó, jobb oldal Putnoki. Bal oldal Lajkó, jobb oldal Putnoki. Bal oldal a Lajkó, jobb oldal a Putnoki.
Uraim, én azokat a traktorosokat, akik már húztak, azokat megkérném, hogy valahogy inkább ki kellene tolatni, mert a közönség szart se lát magyarul. Semmit nem látnak. Oda a pálya végére kellene kigurulni szerintem, szépen sorba. Szekeres Robi, mit mondasz? Mert nem látnak semmit a közönség, meg akik videózzák, azok sem. Bal oldalra Lajkó, jobb oldalra Putnoki. Jön már a Putnoki. Kedves traktorosok, akik már húztatok, oda ki a pálya végére sorba, így egymás mellé legyetek szívesek, mert a közönség nem lát semmit. Bal oldal Lajkó, jobb oldal Putnoki, felkészül a balosra Kondász Gábor, jobb oldalra Varga István. Utána Kovács István Tiszaalpáról és a jobboson Novák Zoltán Tiszaalpáról. De most nézzük a Lajkót, nézzük a Putnokit. Bal oldal Lajkó, jobb oldal Putnoki. Bal oldal... Azt a betyár! Álljunk meg, azt mondja. Vigyázz vele, nehogy neki rásad a rábának. Teljesen jó, igen, most már látunk is, hallunk is. Úgy is mindjárt visszatolhatnak. Bal oldal Lajkó, jobb oldal Putnoki. Így óvatosan, teljesen jó. Mindjárt meglassulhattok. Na hát, Lajkó Sándor kiskumansa, Putnoki János Csengele. Esélye nem volt sajnos. Esélye nem volt, de jár neki a taps! Jár neki a taps Putnokinak és a Lajkónak is. Bal oldalra feláll Kondász Gábor, jobb oldalra Varga István. Felkészül Kovács István Tiszaalpáról, valamint Novák Zoltán Tiszaalpáról. Őket követi Szelecki Roland Móricz Gátról, Barna Zsolt Csólyos Pálos, Bosó Zoltán Ópusztaszer, Szelecki József, Móricz Gát, Csáki Pityu Csengele, Fődi János Csengele. Nézzük balosra Kondász Gábort. Mindig elmondom, gépek felől bal oldal, közönség felől jobb oldal. Bal oldal Kondász, jobb oldal Varga, felkészül Kovács István, valamint Novák Zoltán. Kondász, jobb oldal Varga.
Remélem, hogy így van. Balosson van Kondász, jobboson Varga, Üllés Kiskunhajsa páros. Kérem szépen, jobboson Varga. Jó, úgy állítsátok rendbe. Bal oldal Kovács, jobb oldal Novák. Hol van a Novák, Zoltán, kiszaladtál. Várjuk a Novákot. Gyorsan adjatok neki egy jó szanító tablettát, hadd jöjjön. Balosson balra, jobb oldalt a Szelecki. Csáki Pityú, hát most jobb oldalon, Kovács Alex bal oldalon. Thank you.
bárkit ide győztesnek. Bal oldalra feláll Mészáros Gergő, jobb oldalra Lajkó Sándor. Minden nap ilyennel dolgozik, és el van fáradni. Idős is. Azért, hogy lássuk, hogy az ember, hogy
Bal oldal a barna, jobb oldal a barna. Ez Barna Zsolt volt, és Barna Zsoltot ne akasszátok le. Barna Zsoltot ne akasszátok le, hanem tegyétek meg a Mészáros Gergőt. A Mészáros Gergőt, ő bent van a pályán. Mészáros Gergő húz a Csákival, az biztos. Thank you.
Mátyút várjuk ide gyorsan. Csáki páros. És úgy nézem, itt benn marad a zámbó? Nem? Na mi lesz? Hát itt benn marad a zámbó. Na ezt mondtam, ne hagyjuk, hogy versenyezzenek meg, és benn maradt a zámbó. Na, Csáki Pityu kiesett. Kicsit megtartod? Most nem én jövök. Zámbó Dávid, Barna Zsolt páros. Zámbó Dávid, Barna Zsolt páros. Figyelek. Az a lényeg, hogy... Egyik lesz a izé, a fönnmarad a zámbó, mellé áll a barna. Két felé, három felé figyelek. Jó, erre voltak ki. Tudom. Baloson a zámbó, jobboson a barna. A barnának a mészárossal szemben van egy vesztesége. Meglátjuk, hogy a zámbó ellen lesz-e. Nézzük! Valószínűleg a zámbó, jogosan barna, jogosan barna. Eki, de nem volt tárgatva, de pályabíró most leintette, vagy nem intette. Leintetted? Le. Akkor a barnának is van most egy győzelme, Zámbónak is van egy győzelme, Mészárosnak is van egy győzelme. Zámbó mellé tegyük be a Mészáros Gergőt. Zámbó mellé tegyük be a Mészáros Gergőt.
játszott a Zambó ellen. Csinálni most már ezzel. Kitintettetek le, hová meg miért? Gyertek előrébb, aztán most már folytassuk tovább, mert
pályabíró, vagy mi a túró, Dávid, 5 métert előre jössz, aki hamarabb odaér, az viszont látás mehet, és határozottan a 10 centi, 10 centi, a 20-20, kit érdekel, de... Barna viszontlátás, kész. Na. Lépjünk át a másik kategóriába. Kategóriában Kovács Péternek nincsen párja, ő húzás nélkül is aranyérmes, nincs párja. Király kategória, mellé áll Nyerges László Csólyos Pálosról. Győztél, Gergő, ennyi, első. Thank you.
jön Kincsmárki Zoltán jobb oldalra, Nyerges László felkészül, a balosra Kolcsó Ádám, majd Radics Roland, Jeszenszki Zsolt, Lajkó Sándor, valamint Szabó Tamás. Bal oldal Kincsmárki, jobb oldal Nyerges László. Hála jó Istennek, ez a kamarászós hülyeségre ment. Már valójában senki semmit nem igazán tudott. Kismárki, jobb oldalt Nyerges, a Rábát meg ne várjátok meg, húzzatok, az go! Kézmárki, jobboson Nyerges. Felkészül a balosra Jeszenszki.
jobbosra Lajkó Sándor. És én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten jól is érezhettétek itt magatokat. Kaptunk egy nagyon szuper napot, kaptunk egy csodálatos időjárást, kaptunk Dékány Béláéktól és Józsitól egy finom ebédet, valamint kaptunk, még egyszer elmondom, egy lehetőséget a szervezőktől arra, hogy tényleg a mai nap folyamán jól érezhessük itt magunkat Csengelén. És én most köszönöm meg a szervezőknek, Szekeres Robinak, Csáki Pityunak, valamint Szél Renátónak, hogy megszervezték ezt a mai napot nekünk, és hogy itt lehettünk, és itt érezhettük jól magunkat 2022-ben, augusztus 27-én, a második gazdanapon és traktoros napon. Nagyon szépen köszönjük, egy nagy tapsot kérek neki, Szekeres, Szél és Csáki úrnak, egy nagy tapsot. Nagyon szépen köszönjük! És én úgy gondolom, hogy átadom a szót Csáki Pityunak, vagy nem tudom, ki akar beszélni. Ugyanis, hát őnekik is kellene egy pár szót szólni hozzájuk, a traktorosokhoz, és természetesen a közönségnek is egy-két szóval én úgy gondolom meg kell, hogy köszönjük azt, hogy a mai nap folyamán ránk szállták az idejüket, és itt voltak velünk közösen. Csáki Pityu. Köszönöm szépen a szót. Szerintem részünkről nincs miről beszélni. Szerveztünk valamit, lőtt olyan, amilyen. Biztos van, aki jó érezte magát, biztos van, aki hazamegy, sértődötten. Biztos van, aki jövőre is eljön, biztos van, aki jövőre nem jön. A mi szervezésünk alatt végig az botoszkált a fejünkbe, hogy tartsunk egy olyan napot, amikor mindenki játszik egy jó. Azt már most látjuk, és nem akarok senkit bántani, hogy van, akinek a játék, az vérre mögy. Mögigérőm mindenkinek, aki ma nem nyert, és hétfőn fölhív, kettőn nyomtatok neki 18 darab oklevelet, bármire, amit akar, első helyezett, űrhajós, első helyezett, bányász, nem tudom. Tehát senkit nem akarok bántani, senkit nem. Mi tőlünk három gól, ennyi telik. Nem telik több, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és jövőre mindenkit várunk. Sok szeretettel, ennyi. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Pityunak. A szívből szóló, mert én úgy gondolom, ez szívből szóló hozzászólás volt, és egy köszönet nyilvánítás azok felé, akik a mai nap folyamán megjelentek itt Csengelén. Még mindig nem vagyunk kész, Petya egy kis zenét toljál nekünk, és nem sokára... Ha-ha, igen. Úristen! Hát aki tudja énekelni, meg lehet tapsolni, ha figyelj, egy kis hangerőt. És hát a lányok azok énekli. A fiúktól egy tapsot kérek, ha már a lányok énekelnek, akkor fiúk tapsoljatok. Azt mondom. Hát igen, már indul az gyerekek, elindult az iszap birkózás, iszap dagasztás és az iszap tánc. Kérem szépen! Nagy tapsal köszöntsük őket! A Kerge család! Úristen!
mikor megláttuk, azt mondtuk, úristen. És beáll a sorba. Egy kis hangerő. Szerintem lesz itt ma még mulatás is. Azt mondom. Van még hely a gödörbe. Erről szól a mai nap. Fotót, kérjük a fotót. Integessetek, jött a fotó. Beborult, mint kocsmá előtt a bicikli. Azt mondom. Erről kell, hogy szóljon a mai nap. És én úgy gondolom, erről is szólt. Barátként, Csengelin. Aki másképp gondolta, az nem jól gondolta. Csáki Pityujék! Igaz, hogy azt mondjuk, hogy bent vannak a gödörbe, de egyébként felülemelkedtek rajtunk minden téren. Na hát akkor már. Akkor itt eddig diszkó van, nem pedig díját adás, de nem baj. Na, elkezdjük ugye a gyerek gyorsulási verseny volt, és mielőtt elkezdem sorolni a neveket, elmondták, hogy csak az első helyezettek kapnak bár valamilyen elismerést, de attól függetlenül a második, harmadik hely is jöjjön ki egy baráti kézfogásért. Ide. Jó. Gyerek gyorsulási versenynek harmadik helyezettje volt Víg Noel Csengeléről. Bizony, hogy jár a taps, hol a Noel? Lehet, hogy már nincs itt. Harmadik Novák Csaba Csengele. Bocsánat, második Csaba. Nagyon jó, hogy segítenek. Noel. Gratulálunk neki! És akkor az első helyezett lett a kis tájfun, Szél Dominik! Szörpöt, Jónás szörpöt! Bravo, Domi! Még egy tapsot kérünk Dominak! Bravo! Pózor! Szuper! Női gyorsulási verseny eredménye, harmadik helyezett lett Kormányos Barbara Csengele. Egy kézfogás. Puszi is. Második lett Bókáné Babgyöngyi Zákányszék.
Szerintem már nincsenek itt. Szerintem ők már nincs, de a baráti puszit átadjátok neki. És első lett Tóth Vivien. Ő jött állítólag legmesszebbről, Csanádapácáról. A lábon hozta. Jó, látom, köszönöm. Novi, én nem látom már. Bravo! Jár a puszi is. Férfi gyorsulás, 0-tól 40-ig. Harmadik helyezett lett Hegedűs József Csengele. Jár a taps, persze. Baráti kézfogás majd legközelebb. Második helyezett lett Hegedűs Bálint, szintén Csengeléről. És első helyezett lett Gera Zsolt Csengele. Zsolti! 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 Gratulálunk! Férfi gyorsulás 41-től 60-ig. Harmadik helyezett lett Hegedűs Balázs Csengele. A második helyezett lett Széplaki Ferenc Csengeléről. És az első helyezett lett Bodogláról, aki most már innentől király, Császár Szilárd. Gratulálok, Szili! És most már király lett? Férfi gyorsulás 61-től 100 lóerőig eredménye. Harmadik Kocsis Dávid Zákánszékről. Baráti képfogást és gratulálást átadni. Bozsó Balázs, Kiskunfélegyháza második helyezett lett. Bravo, egy baráti készfogás, gratulálunk neki. Első helyezett Vecsernyés Márk Zákánszék. Bravo, Márki. Ez egy márkás versenyző, meg kell tartani. Férfi gyorsulás. Jó. Ugye a 101-től 160 lóerői kategóriában harmadik nem volt, második lett Kovács Péter Ópusztaszerről. Egy baráti készfogás, amíg itt van. És az első helyezett lett Csóti Gábor Zákánszékről. Az ajándékot elviszitek neki. Szerintem már be van rúgva. Férfi gyorsulási verseny. 161-től felfelé lóerős kategória. A Kócsó Ádám Csengeléről, ő lett második, mert ugye itt sem volt harmadik helyezésünk. Otthon van, már azért jár neki a taps. Valamint első helyezett lett Radics Roland Ópusztaszerről. Ő is otthon van. Valaki átveszi a bort. Hát én szeretek inni, mondjuk. Hát akkor vedd át tőle. Majd ő átveszi. Ez a bor nem fog hazaérni. A parkolóba nem ér ki, Zoli. Épített kategóriában harmadik helyezett lett, és őt azért tapsoljátok meg, mert ők azért oda tették magukat. Harmadik helyezett lett Papucsos Tibor Tetanus Rúzsa. Bravo! Egy baráti készfogás. Bravo! Második lett Gácsi Kis Csaba Csólyos Pálos. Jár a taps, de keményen. Bravo! Itt jön a Gácsi Kis Csabi valahol. Itt jön. Gratulálok, Csabi! Ugye, nagyon simán. Első helyezett lett, nagyon simán. Simán Zoltán Zákánszék. Bravo! Gratulálok, mi köszönjük. Puszit nem kaptatok?
A simántól, nagyon simán. Na, lovágolom, bassza. Számolsz, kavalak. Köszi. Jó, gyerek, akadály, verseny. Ádám, én ezt vilagoznak, jól. Szerintem ők 9 kilomára. Gyerek, akadály, verseny. Harmadik helyezettje DK Lénárd Jászent Lászlóról. Egy gratuláció. Gratulálok. Mint a bajt, hogy a kicsiket is vegyem, meddig a nagyobb voltak föntebb. Második helyezett. De várjatok, itt nem jól van írva, mert harmadik helyezett lett Szekeres Ügyen, és harmadik lett második lett a DK-n Lénárd. Mindegy, akkor jöjjön a Szekeres Vivien, egyébként akkor ő lett a harmadik. Gratula, apukától egy puszi, legalábbis ő azt hiszi, hogy apuka. És akkor az első helyezett Novák Csaba a Csengele. Egy törpi-szörpi. Gratulálunk. Ma olyan idős, adjatok neki bort! Női akadály versenyben harmadik lett Szekeres Róbert, ja nem? Barna Orsolya, Zákás székről. Bravo! Nem merik megpuszítni az Orsit. Figyelitek? Hát köszönöm szépen. Robi, szeretve szélyesen élni. Második lett Tóth Vivien családapáca. De jobbra áll, akkor nem tudok lehúzni. Gratulálunk, jár a puszi neki. Izzat, légfehér piszak, igen, itt mondják a hölgyek. Biztos volt már tapasztalat. És első helyezett lett Bókárné Pap, Gyöngyi Zákászék. Igen, jár a puszi, azt adjátok már oda, nekik szeretném látni a virágot is, hogy mit ad át. Na, Zoli, férfi. Egész jó napot zársz ma! Ja, még itt is van. Jó. Azt mondja, hogy férfi akadály verseny 0-tól 40-ig, harmadik helyzetünk nem volt, második lett Berecki István Csengeléről. És az első helyzet lett Bakos Zsolt Csengele. Jön már. Egy gratuláció. Egy ötös gratulálok. Férfi akadály verseny, igaz? Most már az jön? Jó. Férfi akadály verseny 41-től 60-ig. Harmadik helyezett lett Törkő Róbert Csengeléről. Ja, ők táncoltak, kérem szépen. Ehhez is gratulálunk. Arra is egy gratulál. Puszi. Szóval nem kaptuk semmit. Robi, de az élményt nem vetik el. Második helyezett lett Csáki Pityu, hogy ő hogy fog magával kezet. De velem talán. Gratulálok, Pityu. Cuppanósat tolja. Robi, te is kapsz. Kíváncsi leszek. Ne. És első helyezett lett Pap Árpád Rúzsa. Gratulálunk neki. Gratulálok. És akkor jön a 61-től 100-ig lóerő kategória. Gratulálok. Harmadik helyezett lett Kocsis Dávid Zákány székről. Egy taps. És gratuláció neki. Átadják neki. Második lett Szél Renátó Csengeléről. Egy gratuláció. Gratulálok. Szuper volt. És hát első helyezett lett nem más, mint Bóka Péter Zákászék. Gratulálunk neki. Ezt is átadjátok. Jó egyébként találom, mert erőt nem magad, de mögy. Nem magadtam. Na hát akkor erőhúzó verseny nőibe, második helyezett Kormányos Barbara Csengele.
És az első helyezett lett Tóth Vivien Csanádapácáról. Férfi erőhúzás 0-tól 40-ig. Harmadik helyezett Hegedűs József Csengeléről. Gratulálunk neki. A második helyezett nem más, mint Csáki Pityú. Kis Béla vagyok. Kömpöcsön. Csáki Pityú, fele tudja honnan. Csengeléről, megint Mesmáróni. Számoljuk újra! Számoljuk újra azokat a másodperceket! Én egy kicsit hátrébb állok. Ugye, hogy? És első helyezett lett Bartóc Richard. Férfi erőhúzás 41-től 60-ig. Csáki Pityú Csöngöle. Megint készíti az arcát. Második lett Csuka Krisztián. Bizony jártak. Gratulálok, Krisztián. Első helyezett lett Bodogláról a kis király. Császár Szilárd. Gratulálok. Férfi erőhúzás 61-től 100 lóerői. Ez át van nyilazva, vagy ez? Zámbó a harmadik, jó. Harmadik helyezett lett Zámbó Dávid. Gratulálunk neki. Remélem a szervezők meg. Második lett akkor Barna Zsolt. És hát első helyezett lett nem más, mint Bodogláról a Görgő, Mészáros Görgő, Gergő. Egy gördülékeny, gratulálok. Igen, Kovács Péter ópuszta szerelő húzás nélkül lett első, mivel egymaga nevezett. Hol van Kovács Péter ópuszta szerről? Nincs itt? Elment. Jó. Nem jó, de ez van. Várjál, Zoli, megnézem! Köszi. Erőhúzás 160 lóerőtől felfelé, harmadik helyezett Kézsmárki Zoltán Tiszalpár. Ők is lehet, hogy elmentek. Második lett Lajkó Sándor Kiskunmalsáról. Egy gratuláció, gratulálunk. És hát első helyezett lett Pusztaszerről Szabó Tamás. Jön a Tomi, nem akarják ide engedni. Ó, hát a puszi, akkor csak hátrálok. Gratulálok. Hát akkor még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon-nagyon nagy szívvel gratulálok azoknak az embereknek, akik versenyeztek, de nem értek el helyezést, de jól érezhették magukat, és ez szerintem fölért a mai nap egy fődíjjal. És nagyon-nagyon nagy szívvel gratulálok második, harmadik és az első helyezetteknek egy nagy tapsot külön azok, akik díjat kaptak. És valamiről lemaradtunk, gyerekek.
akik ott kint szurkoltak nekünk, itt a pálya szélén. Egy oltári nagy tapsot kérek a közönségnek! Egy oltári nagy tapsot a közönségnek! Le a kalappal előttük, itt voltak egészen eddig velünk. És még egyszer köszönet a szervezőknek. Egy nagy tapsot kérek a szervezőknek, a közönségtől, a traktorosoktól és mindenkinek. És hát még egyszer, ugye amit már egyszer elmondtunk, köszönjük nagyon-nagyon szépen a Dékány Béláéknak. Egyébként ide kellene, hogy jöjjenek, várják itt a szervezők. Tehát köszönjük szépen a finom ebédet a szakácsoknak, Dékány Béláéknak, Józsiéknak és a kedves hölgyeknek, és akkor ez az, ami szól. Ezt kérem, hallgassuk együtt a himnusz helyett. Szintem, hát a három regisztrációs lánynak szeretnének köszönetet mondani. Kérik, ki ez a lányt, igen, a három bemondós lánynak. Hát akkor ki ez a lány, vagy kik ezek a lányok? Egy nagy tapsot neki! Úristen! Tapsoljátok őket, jár neki! Szépek, csinosak és alacsonyak, de a mai nap folyamán magaslaton röpködtek. Itt vannak a Béláék. Azt mondom. Bélám, köszönjük szépen a mai napot, köszönjük szépen, hogy izzadtál értünk, és köszönjük szépen a kaját. Egy kis zenehalkítást Csáki Pityu kéri a mikrofont. Nem vagyok a szavak embere, de hagyd mondjam már azt még el, hogy köszöntsük már a Csengelei Gazdanap magyar hangját, Magyar Zoltán! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! Én köszönöm! Ennyi? Nagyon jó, köszönöm szépen! Jó, de azért a Csákitól egy ötöst elfogadok. Egy ilyen. Így. Na hát így a kalapot leveszed, azt megcsókolom a homlokodat. Nagyon szépen köszönöm! Buli? Hát akkor gyerekek, ezt már kérdezték egyébként tőlem, itt a fiúk, hogy lesz-e buli? A Major Peti? Mert ő neki még egyébként senki nem köszönte meg, hogy itt a mai nap folyamán a hangosítás biztosította, és biztosította a zenét. Egy nagy tapsot kérik Major Péternek! Nagyon nyomjátok neki, mert ezután ő fog mulattatni bennünket! Csabi, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! És én úgy óvatosan elmondom, hogy nekem ez a konferálás, én úgy gondolom az életben, ez volt az utolsó. Köszönöm szépen!